Ha kreatív módon szeretné szobáját dekorálni, úgy, hogy az egyéniségét is tükrözze, akkor a tapítázást önnek találták ki. A tapíta rendkívül dekoratív megoldás. Minden tapíta természetes anyagból készül és könnyen tisztítható. Így nagyon higiénikus. Tapétával a szobánkat álmaink szobájává változtathatjuk. A folyamat kezdetben nehéznek tűnhet, de ne aggódjon, mert együtt végigmegyünk az egyes lépéseken és meglátja, hogy milyen egyszerű és örömteli dolog a tapítázás. Kezdjük a tapéta kiválasztásával. A boltokban sokféle anyagból készült tapéta található. Ezek közül válasszuk ki azt, ami ízlésünknek és pénztárcánknak leginkább megfelel. Ma bemutatjuk, hogyan kell felrakni a vinil alapú tapétát. A vinil alapú tapéták közkedveltek, mert strapabírók, könnyen tisztíthatók, sokféle anyagból készülnek, a legkülönbözőbb mintákkal. A vinil alapú tapéta felrakásához a következő anyagok szükségesek. A fal előkészítéséhez gipszes glettanyag, dörzspapír, vödör és egy spatulya. A glettanyag előkészítéséhez glettanyag és egy keverőbot. A tapéta előkészítéséhez és ragasztásához mérőszalag, vonalzó, olló, tapéta, ragasztófelhordó ecset, simító ecset, vízmérték és létra. A tapétázandó felületnek laposnak és simának kell lennie. Azonban az sem probléma, ha nem sima, mert ez könnyen elérhető. Először is keverjük össze a glettanyagot vízzel, majd spatulyával vigyük fel a falra. Amikor megszárad, simítsuk le a falat egy közepes finomságú dörzspapírral. Ha a fal selyemfestékkel volt festve, vagy azt tervezzük, hogy több különböző tapétát rakunk fel, akkor jó, ha kikérjük egy szakember véleményét. Most, miután előkészítettük a falat, elkészítjük a tapétacsíkok felrakásához szükséges ragasztót. 1 kg ragasztóhoz 15 liter vizet keverünk. Addig keverjük, amíg a folyadék sűrűsége egyenletes lesz. Lassan keverjük, megakadályozva a csomók képződését. Most mérjük le a tapétázandó fal magasságát, és készítsük el a tapétacsíkokat. A tapétából a szoba magasságánál 10 cm-rel hosszabb csíkokat vágjunk. Ha mintás a tapéta, a szabásnál vegyük figyelembe a mintát. Amikor előkészítettük a tapétát, a felrakás következik. Ehhez tegyük a tapétacsíkokat az asztalra. Egyenletesen vigyük fel a ragasztót a tapétára egy ecsettel, majd a beragasztózott részeket hajtsuk félbe, hogy megpuhuljon a tapéta. Elkezdhetjük a tapéta felragasztását. Ehhez a falnak száraznak és tisztának kell lennie. Először a plafonra helyezzük fel a tapétát, óvatosan lefelé haladva. Azon a falon kell kezdeni a tapétázást, amelyiken ablak van. Azért, hogy a repedések ne látszódjanak, amikor a fény visszatükröződik a falakon. Miután felrakunk egy tapétacsíkot a falra, mindig távolítsuk el a felesleges levegőt egy kefe segítségével. Ezt fentről lefelé irányuló, díjalakban végzett mozdulatokkal érhetjük el. Amikor eltávolítottuk a felesleges levegőt, levághatjuk a plafonnál és a padlónál a ráhagyott részeket. A sarkok tapétázásánál ne felejtsük el alul bevágni a tapétát. Az élekre óvatosan rakjuk fel a tapétát. Most pedig az ablakok és az ajtók körüli részek tapétázása következik. Bár ez elsőre nehéznek tűnhet, de nem nehezebb a sima falak tapétázásánál. Nézzük meg együtt a szükséges lépéseket. Úgy tegyük fel a tapétát, hogy az takarja az ablakkeretet. Az ablak sarkánál vágjuk be vízszintes vonalban, és távolítsuk el a felesleges részt.
az egész ablakkeretet ezzel az eljárással tapítázzuk körbe. Amikor befejeztük a tapítázást az ablakok körül, olyan nehézségekkel is meg tudunk már birkózni, mint a radiátorok és a dugaszolóajzatok körüli falrészek tapítázása. A radiátor mögötti, nehezen elérhető részek tapítázásához használhatunk vonalzót. Ha felraktuk a tapétát a radiátor mögötti részekre is, ollóval megjelölhetjük a levágandó részeket. Miután megjelöltük, emeljük fel a tapétát és vágjuk le a felesleges részt. A tapétát simítsuk rá a falra, meggyőződve arról, hogy nincsen levegő a fal és a tapéta között. A dugaszoló ajzatokat tapítázás előtt ne felejtsük el áramtalanítani. Vegyük le a kapcsolókeretet és szigetelőszalaggal fedjük le. Amikor lefedtük tapétával a falfelületet, keressük meg, hogy hol van a dugaszoló ajzat, és két függőleges vágást ejtsünk a tapétán. Majd vágjuk ki a dugaszoló ajzat körüli részeket ollóval. Amint eltávolítottuk a felesleges tapétát, visszacsavarozhatjuk a kapcsolókeretet, és a dugaszoló ajzat használható. Gratulálunk! Sikeresen kitapítázta a szobáját. Körülbelül 12 órán át kell száradnia a tapétának. Győződjön meg arról, hogy eközben az ablakok zárva legyenek. Ha szeretnénk, bordűrcsíkokat is ragaszthatunk a tapétára. A bordűrcsíkok díszítő elemek, amelyek tökéletessé teszik a szoba eleganciáját. A bordűrcsíkok felragasztása előtt jelöljük ki azok helyét. Ahhoz, hogy a csíkok egyenesek legyenek, használjunk vízmértéket. Ha a bordűrcsíkok nincsenek előzetesen beragasztózva, akkor kenjük be a hátuljukat ragasztóval. Majd elkezdhetjük a felrakásukat, a szoba sarkából kiindulva. Ha felraktuk az első csíkot, jöhet a második. Közben figyeljünk arra, hogy a rajta lévő minta folyamatosságát megtartsuk. Ha konvex sarkot tapítázunk, akkor a két csík között 45 cm átfedéssel kell dolgoznunk. Különben a bordűrcsík idővel fel fog hullámosodni. Utolsó lépésként pedig távolítsuk el a levegőt a tapéta alól egy simítókefével. Majd gyönyörködhetünk az ízlésünknek megfelelően kitapítázott szobában. A tapéta idővel felhullámosodhat, azonban ez könnyen kijavítható. Ejtsünk egy vágást a felhullámosodott területen egy tapétavágókéssel. Majd szívjunk fel egy injekciós tűbe ragasztót, és injekciózzuk be a felhullámosodott tapéta alá. A felesleges levegőt távolítsuk el a simítókefét többször végighúzva a felületen. Ha a tapéta elszakad vagy megsérül, könnyen kijavíthatjuk a maradék papír felhasználásával. Vágjunk le egy megfelelő méretű darabot a tapétából, és tegyük a sérült felületre. Majd a tapétavágókéssel vágjuk körbe a sérült területet, mindkét réteget átvágva. Majd távolítsuk el a sérült részt, az újonnan kivágott tapétadarabot pedig ragasztózzuk be, és illesszük be a helyére. A szoba ismét úgy néz ki, mintha most tapétáztuk volna. Végül, de nem utolsó sorban, figyeljen oda a tapéta csomagolásán feltüntetett szimbólumokra. A szimbólumok fontos információkat tartalmaznak a tapéta felrakására és tisztítására vonatkozóan.
most pedig élvezze gyönyörűen kitapítázott szobáját. A legközelebbi viszontlátásig!